Jelentős gépparkkal működik a Pálhalmai Agrospeciál Kft. A cég tevékenysége igen sokrétű, többek között elektromos áramot termel, éttermi hulladékot ártalmatlanít, mosodákat üzemeltet, állattenyésztéssel foglalkozik, fő profilja pedig a mezőgazdasági termelés. Több száz rabot foglalkoztatnak itt, köztük dolgozik Tóth Zsolt is, aki súlyos testi sértés miatt került börtönbe 2 évvel ezelőtt. A férfi októberben szabadul, addig dolgozni jár. Nekem egy fél szabadságot, tehát kivisznek a természetbe, kint dolgozhatunk, normális, korrekt felügyelettel, tehát biztosítanak minden lehetőséget számunkra kint a telepen, tehát szerszámokkal dolgozunk. A telepen jelentős fejlesztés történt, 226 millió forintot költöttek bővítésre, aminek köszönhetően duplájára nő a termelés, valamint ökovetőmag és más termények vetőmagjainak előállítását is lehetővé teszi. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, fontos cél a fogvatartottak társadalomba való visszaintegrálása, ami nem valósulhatna meg a börtönökön belüli képzési lehetőségek, illetve a munkalehetőségek nélkül, ami 100%-os foglalkoztatottságot jelent jelenleg. Rétvári Bence szerint ez is oka annak, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az a célunk, hogy amikor valaki letölti a szabadságvesztés büntetését, kikerül a börtönből, akkor egy olyan szakmája is legyen, egy olyan gyakorlata is legyen, vagy akár többféle végzettsége, többféle szakmája, amivel utána el tud helyezkedni. Hiszen az a célunk, és már pedig a büntetésnek ez a célja, hogy elrettentsen a későbbiekben attól, hogy valaki bűncselekményt kövessen el, akkor ez sokkal inkább hatékony, akkor valakinek egy szakmája is van, azzal kerül ki a börtönből, azzal tud elhelyezkedni. A büntetés végrehajtási szervezetnek 10 gazdasági társasága van, ebből 4 mezőgazdasággal foglalkozik, ami magába foglalja a gabona és növénytermesztést, valamint az állattenyésztést is. Ez pedig 100%-ban lefedi a fogvatartottak tejs, sertés és csirkehús fogyasztását. Fontos cél, hogy a rabok ne csak fogvatartásuk költségeihez járuljanak hozzá, ezért többek között van olyan mosodájuk, amely olyan tanúsítvánnyal is rendelkezik, amely például lehetővé teszi többek között a kórházi textilek tisztítását. Nem csak az a cél, hogy egyáltalán dolgozzanak valamit, aminek nincs haszna, hanem az a cél, hogy haszna legyen a munkának, tehát a piacon eladható, piacképes termékek előállítása történjen meg. Egyébként a gazdasági társaságok a piac felé az értékes, az árbevételük 65% az a külső piacokról származik, és nem a belső államháztartásból. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a mezőgazdasági társaságok mellett többek között ipari társaságokat is működtet, melyek például nyomtatványgyártással, építkezéssel foglalkoznak. Olyan stratégiát igyekeznek kialakítani, amely hosszú távú működést és fejlődést biztosíthat ezen a területen. Ennek érdekében folyamatos a piackutatás és a technológiák modernizálása.